Sziasztok, Otto Gábor vagyok, én vagyok a Horizont sörfőzének a vezetője. Sziasztok, Hújdaki Balázs vagyok, a Horizont sörfőzének az üzemvezetője. Elhatároztuk, hogy készítünk egy olyan sört, amit éttermekbe fogunk elsődlegesen árusítani. Megbeszéltük, elkészítettük a sört, kiszereltük, másnap puff lezárások, tehát ami azt jelentette, hogy ezt a sört nem fogjuk tudni értékesíteni. Mindeközben voltak export megrendeléseink is, abból is stout is került egy utas hordóba, ugye, és most már ezt sem tudtuk kiküldeni, úgyhogy ott ültünk, hogy van egy csomó hordósörünk, és nem fogunk tudni vele mit kezdeni. Igazából jött egy céges buli, akkor ott megkóstoltuk, felbontottunk egy hordót, úgy döntöttük, hogy ezt már most így fél éves formájában már nem hozzuk piacra. Mondtam Gábornak, hogy én ebből gint akarok csinálni. Ez a stout gin. Ezt majd a címkén is a vevők fogják látni, hogy ez készült a stout sörből, és ami Balázsnál van, az készült az IPA sörből. Mi a különbség a két íz között? Az IPA gin az inkább ilyen a sörnek a komlós jegyét is visszahozza, tehát az is egy ilyen citrusos vonal, és nagyon-nagyon sok borókával lett még ízesítve. A másik, a stout ginnél inkább a sörnek a karaktere jelenik meg, úgyhogy kicsit inkább ilyen vaníliás, pörkölt kávés vonalon mozog az ízvilága. Ő 48%-os, úgyhogy inkább őt ajánljuk a férfi fogyasztóinknak. Így fog kinézni az üveg. A címkét ugyanaz a Balhé Stúdió tervezte, aki egyébként két szériának is a címkéit tervezi, a Selfish Games-nek, illetve a Sour Series-nek. Úgyhogy nagyon ügyesek a srácok, szerintem tök jó sikerült visszaadni azt, amit a Horizont egyébként az arculatában mutatni szeretne, a letisztultság, az elegancia, mindazonáltal az italnak az összetevői tök jó megmutatkoznak a címkén, úgyhogy szerintem megint nagyon jó munkát végeztek. Szóval ez a gin projekt egyszeri alkalom volt, legalábbis Gábor bízik benne, hogy többet nem akarunk csinálni. Hát nem fogunk gin-gyártó üzemmé átalakulni, az biztos, úgyhogy maradunk a szuper minőségű söröknek. Odaadtuk a Horizont gint a Rumorbar bartenderének, Szabó Zoltánnak, mert kíváncsiak voltunk, hogy ő mit készítene belőle a ginek ízjegyei alapján. Kezdjük a Horizont IPA stílusú ginnel, utána adtunk hozzá egy nagyon kevés kurkumás, serjecetes, körtés szirupot, illetve befejezzük egy balatonikkal, és a végén pedig teszünk rá egy kellemes lime-piat. Másik italokat kezdjük a Horizont Stout ginjével, ezek után adunk hozzá lila shizo kivonatot, teszünk bele kamilla bittert, egy nagyon kevés füstölt szójut, azaz füstölt szójaszósz, kerül bele még füstölt cukorszirup, szépen trovingoljuk, és a végét befejezzük egy citrompillel. Öt év vagyok a cégnél, és azóta igazából mindent átéltem, amit átéltett itt a kezdetektől, hogy a víz volt még a tartályokban, vagy pedig most, hogy bővítettünk, és kicsit próbáljuk újabb szintre emelni az egész sztorit. Az első napon azt tapasztaltam, hogy bejöttem a céghez, leparkoltam a sörfőzde előtt, és azt láttam, hogy ilyen kisebb csoportban a kollégák valamilyen szünetet, vagy szigi szünetet, vagy éppen nem tudom milyen szünetet tartottak. Mikor közeledtem feléjük, akkor így lefagyott az egész társaság, mint a Veszten kocsmában a zongorista, amikor belép valaki éppen a kocsmába, és akkor láttam, hogy délben, hétfőn az egész csapat légpisztollyal lövöldözik sörös üvegekre. Úgyhogy ez volt az első munkanapom, első perce. Akkor gondoltam arra, hogy hát igen, itt más módszerek kellenek, mint amit előtte 20 évig a multiszektorban megszoktam. Egyébként azt gondolom, nagyon szerencsés vagyok, mert két olyan dologgal foglalkozhatok, ami a világon legcsodálatosabb. Az egyik a sör, a másik meg a gyerekek. Sok így gyerek. Az idei évben egy csomó fejlesztést csináltunk, és az egyik nagy álmunk volt, hogy még közelebb kerüljünk a fogyasztóinkhoz. Ugye eddig főleg kocsmáknak, meg kocsmákon is nagy kereken keresztül értékesítettünk, és hiányzott nekünk az, hogy direktben kapjunk visszajelzést, hogy legyen egy saját márka kocsmánk. Ez az, amit Teplumnak hívnak, és idén ez megvalósult. És
ahol mi most ülünk, ez az új tepromunk, itt a főzdében, itt pár méterre tőlünk készülnek egyébként a Horizon sörök. Én nagyon örülünk, mert most már 50 fő akár leülhet, és egy kényelmes sörkóstolót is tudunk meg csinálni. Néhány évvel ezelőtt még nem gondoltam volna, hogy a haverjaim, barátaim járják Európát, és innen-onnan kapok fényképeket Mallorcáról, Angliából, Hollandiából, ahol Horizon sörökkel találkoznak is. Az óriási, legalábbis nekem, hogy amikor még itt 5 évvel ezelőtt kezdtük, akkor víz volt a tartályból, és azt sem tudtuk, hogy lesz a holnap. Most meg már Európában nagyon sok helyen ott vagyunk, és a mi kezünk munkája van ott kint mindenhol.